Ünnepélyes keretek között adták át Nyír Mihály Dibbel területi kerékpárútját. A másfél kilométeres szakasz a település külterületén haladó kerékpárutakhoz is kapcsolódik. A fejlesztéssel többek között a közlekedés biztonság is javul a községben. Mi azt gondoljuk itt Nyír Mihályban, hogy ez nagy előrelépés a település életében, hogy ez sikerült megvalósítani ezt a kerékpárutat, hiszen a 471-es főútnak a forgalma az folyamatosan egy balesetveszélyt jelentettek a kerékpárosok és egyébként a gyalogosok részére is, és azt gondolom, hogy ezzel, hogy megvalósult, és a tavalyi év végén december 31-en le tudtuk zárni, ezzel nagyot léptünk előre, hiszen a 471-esről letereltük a forgalmat ide a kerékpárútra, és gyakorlatilag a balesetveszélyt azt szinte minimálisra csökkentettük. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a Nyíradonytól Nyírmeggyesig tartó kerékpárút hálózat kiépítését 2015-ben kezdték el, akkor azonban csak a külterületi szakaszok kialakításához állt rendelkezésre támogatási összeg. Az Európai Uniós TOP pályázat lehetőséget nyújtott arra, hogy a külterületi szakaszokat belterületi szakaszokkal kössük össze, és ilyen formán Debrecentől Mátészalkáig egybefüggő kerékpárutat tudtunk kialakítani az elmúlt 10 év alatt. Mi kistérségi társulásunk és az önkormányzataink a Nyíradonytól Nyírmeggyesig tartó szakaszt pályázták és valósították meg, de összesen a választókerületben az elmúlt 10 év alatt 19 szakaszon építettünk kerékpárutat. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a turisztikai jelentősége is erős a hálózatban kiépült kerékpárutaknak. Az álmom az, hogy legyen egy megyei kör Tokajból kiindulva, Szatmáron, Beregen keresztül, és itt a Nyírségbe visszafordulva Nyíregyháza, és aztán vissza Tokajba, akkor már igazi turisztikai vonzerő lehetne ez a hálózat. Így is egyre többen kerékpároznak, hivatásforgalmi célokat is szolgál természetesen ez a kerékpárút is. Könnyebb így talán bejutni a munkahelyekre is, aki ezt megteheti, olyan közelségében van a munkahelye. De végül nem utolsósorban pedig turisztikai célokat kellene szolgáljon, és ezzel a hálózattal ez már meg tudna valósulni. A másfél kilométer hosszan Nyír Mihály belterületén haladó kerékpárút kiépítését több mint 355 millió forinttal támogatta az Európai Unió.